Figyelj, mindegyikről tudnék egy órát beszélni. Hát a legrégibb ez a kép. Ez itten édesanyám, ez a szép kis fehér ruhás Jánka, akkor ez a nővére, Mari néném, és ez Pintér Juli. Ez az ő barátnőjük. Uh-huh. Na most hát édesanyja, ugye Macki nagyapáméknál volt kis cseléd. És hát ez az én édesanyám, aki nem volt egy kis pályás, ez rávetette ugye a szemét a nála 12 évvel idősebb fiatalúra. És édesanyját, mikor megtudták, hogy már áldott állapotban van velem, rögtön két lábbal kirúgták. Akkor megszült engem, és hát mivel ugye édesapa 41-ben, valahol biztos akkor már katona volt. Debrecenben lehetett, vagy nem tudom. És hát mondta édesanyám, hogy hát ez Pataki Lajos, ez a ő gyereke. Jött egy nagyon komoly fölkérés. A Jászent Andrási presbiter átjött, azt mondta, Macki úr, hallottam, hogy a fiam ilyen ügyes, jöjjenek már ki, mert van ott egy templom, és oda meg kell a stációkat a maga fiának festeni. Én voltam 2 évi katona, és aztán onnan leszereltem, nem engedtek, mert 3 hónapot késtem innen, de mindegy, fel voltam már véve. 9-en voltunk, képzeld el ebbe a hármasba. Na most Bácai bejött, és mondta, hogy ez kié? És én oda mentem, hát virtóra be voltam rettyenve, hogy mi lesz. Mondom, az enyém. Igen? És mi ez? Mondom, Van Gogh. Na, azt mondja, ez, tudja mi ez? Ez egy drótostót. Hát ez nekem annyira tetszett. Nekem nagyon tetszett. Mert engem észrevett. Le is viszem majd. Na, szóval ez egy pajzsos. Mert csináltam nagyon sok mindent Mohácsra, és hát ahogy kész lett, utána még jöttek kimondottan vágyaim, hogy még csinálok. Ott megvoltak ezek, megvolt a száma, megvolt az ideje, megvolt minden. De ezt a pajzsost, ezt annyira szerettem, mint formát, hogy ezt elkezdtem csinálni, aztán abban maradt. 1526, 1976. Akkor volt az évforduló, és azóta ez ott van. A fa, az, ahol találkozik a földdel, ott rohad. Hát normális. Az egyszeri dolog volt. Egyszeri dolog. Akkor nagyon 9 vagy 10 hónapig faragtam Samugézát bevonva, és hát őt is nagyon-nagyon igénybe vettem, viszont kész lett időre, stb. És most meg tönkre megy, és el fog tűnni. Hát. Mit csináljunk? Amikor ő kijött a börtönből 63-ban, és viszont megcsináltam, és az van, hogy nézd meg, hogy azt mondta, hogy kisfiam, hát ne haragudj, ezt én kifestem, mert én nem ilyen vagyok, mert egy terakotta volt, tudod? Terakotta, és akkor ezt ő festette ki. És a sapkát kiadta rá? Hát ezt én. Mondtam, akkor ad ide a sapkádat is. És akkor nekem adta a sapkáját. Így.